először a Műhüvesen, és először csak egymás ellen futballoztak a Generáció Kupája elnevezésű nyári tornán a tolnai öregfiúk. Az angol Chelsea-re emlékeztető kékben az öregebb öregfiúk, akiknél 45 és 55 között mozog a játékosok életkora. A csapat doyenje egyben tiszteletbeli kapitánya, Fazekas Gazi, 70 évesen is még a pályán. Játékos múltjával, hosszú évtizedeken átívelő játékvezetői pályafutásával anatómiai kuriózumnak is számít az öreg fiúk között. Fiaim lehetnének majdnem mind, tisztelnek, Gazi bácsi egy kötény. Igen. Hát mondom, majd gyertek oda. Szerencsés vagyok fizikailag, nem voltam sérült talán egyszer egy alkalommal. Sokat segített az, hogy játékvezetőként sokáig ténykedtél? Sokat. Hát foszbaloztam, és akkor a 80-as évek után voltam 26 évig játékvezető. NB3-ban nagyon sokat működtem, meg NB1 tartalék mérkőzéseken is. Akkor még tartalék, úgy nevezték a utánpótlást, még ott is működtem. Hát sokat jártunk. A környékbeli, a megyékeni körbe jártuk. Az átlag életkorban 10 évvel fiatalabb öregfiúk, a másik csapat vezetője, Tarjáni Gyula, egykori játékos, ötlete volt egyébként a Generáció Kupája létrehozása. Ha már párját ritkító kuriózumként ennyi, még futni tudó és focizni akaró, azt el nem felejtő öregfiú van a városban. A kékeket, akik Fazekas Gazit leszámítva, a 90-es években voltak aktív futballisták Tolnán. Szakter István, Várda Gábor, Fazekas Dezső, Fodor Zoli, Horváth Peti, Horváth Józsi, Pálinkás Jani nevekkel fémjelezhető ez az időszak. Ők azok, akik már régebb óta hetente edzenek és folyamatosan részt vesznek az egyébként kevés csapatos megyei öregfiúk bajnokságban. Ez a titka annak, hogy Gazsiék nyerni tudtak a fiatalabb tolnai öregfiúk ellen tavaly, és bárkivel felveszik a versenyt ebben a korosztályban, nagy pályán is. Ők az esélyesek, de azért nem hagyjuk magunkat. Tavaly ugyanígy voltunk, akkor mi nyertünk. Azok ellen, akik egyébként aktív korukban 2004 és 2006 között kétszer ezüstérmesek voltak a megyei első osztályú bajnokságban. Ebből a két évjáratból verbuválódott a tarjáni csapat. Stadler Tamással, Wisner Jocival, Zörényi Szabolcsal, de előfordult olyan is, aki egy-két évvel ezelőtt, vagy éppen ennyivel utána játszott tolnai színekben. Mint például Gút öcsi, az emlékezetes csatár. Ott a kékben az öcsém, ő is játszott a mi csapatunkban, 4-5-ös csapatban a Lujó, ő 2000-es években játszott velünk, ő NB2-es csapatig jutott, hogyha jól emlékszem, akkor Kisdorogon játszott magas szinten, és akkor utána jött a ismét magas szintre hozzánk. A Mausz Peti, ő is a 2004-5-ös csapatban játszott, ő volt akkor a legfiatalabb a csapatunkban, szerintem, hogyha jól emlékszem, akkor olyan 18 éves volt akkor. A csapatvezető említette még Horváth Ervint, mint kulcsjátékost, sok gólszerzőjét, és Szabó Norbit is, mint alapembert. Szerettünk volna nyerni, de hát a csapatunk az mondjuk, hogy évente egyszer, hogy összejön, így nem túl gazdag erőnlétben. Ettől így. Érdekes ez a meccs most, hogy azért bennetek a karabas? Persze, az öregfiúk azok heti szinten azért úgy tudom, hogy együtt játszanak, meg járnak ilyen bajnokságra, ilyen öregfiúk bajnokságban is játszanak. Mi pedig évente egyszer összejövünk, aztán ilyenkor mondjuk, hogy inkább a szórakozás a lényeg, nem az, hogy milyen eredményt érünk el. A sárgák persze szerettek volna revansot venni. Jól is kezdték a 60x40-es Műhüves pályán a meccset, Stadler góljával meg is szerezték a vezetést. Ám az egységesebb öregfiúk, jó erőllétüket most is megvillantva, a másik Fazekas, egyébként Gazi öccse, Dezső, csatár erényei jóvoltából előbb egyenlítettek, majd két góllal el is húztak. És újabb sikert ünnepelhettek a meccs utáni elmaradhatatlan közös nosztalgia bulit.